szép jó estét kívánok! Nem tudom, hogy vajon 100 évvel ezelőtt, amikor bemutatták Budapesten a Pillangó kisasszony című operát, akkor is az volt utána, mint mostanság, hogy hatalmas érdeklődés nyilvánult meg Japán iránt, most, nem tudom, 100 évvel ezelőtt is így volt-e, elsősorban természetesen Csocsaszán révén a gésa hagyományok iránt, mint ahogy most is. Hát de ez most főleg azért van, mert ugye egy hónapja játsszák a hazai mozik is az egy Gésa emlékiratai című 3 Oscar-díjjal jutalmazott filmet, és hát rögtön a film után újságcikkek tucatjai jellemezték azt, hogy a gésákat és hát amiről szólt a film, mennyire tévesen ítéljük meg, illetve lehet, hogy az egész japán kultúrát is félreismerjük. Hát éppen ezért ez a film, illetve a film alapjául szolgáló könyv, meg általában a gésa hagyományok tulajdonképpen a kályha lesz majd a mai beszélgetésünkben. Táncosok, énekesek, és aztán miután ez általában ilyen japán vendégházakban volt az előadás, ezért szórakoztatók is, tehát ez nagyon szellemesen társalognak, segítenek a vendégnek kellemesen érezni magát, jól eltölteni az időt. Hát erről nekem van egy történetem Japánból. Kint játszottunk az Operett Színházzal vígözvegyet, és az egyik este jöttek a fiúk, hogy gyerekek, gyerekek, ma este elmegyünk vacsorázni, és képzeljétek el, gésánk lesz. Mondom, igen, jó, gésánk, de akkor mit keresünk mi ott? Ugye mi is abban a tévében. Na várja, majd az a végén kiderül. És ugye bementünk a vacsorához, ugye mindenki fel volt tüzelve, a fiúk várták a gésát, betipegett a gésánk, 80-on fölül volt a néni. Ez már nekik egy nagy csalódás volt. És tényleg arról szólt az ő dolga aznap este, hogy amikor kiürült a szakés pohár, akkor oda tipegett, töltött szépen mosolygott, és egyszer csak előkerült ez a 3 húros hangszer, ez a megkezdtem a samisen, és elkezdett rajta játszani. És hát néztük, hogy hát egy ilyen kis teknőc fésű félével ott pengette oda-vissza, hát mondja, ebben mi a jó? És ugye, hogy tüzesedett a hangulat, ettünk, ittunk, felbátorodott a magyar ettől a dologtól, és egymás kezéből kapkodtuk ki a hangszert és magyar népdalokat, már a végén Beatles játszottak rajta a fiúk. És mindezt, ami nénink angyali türelemmel tűrte, és a végén megjegyezte, egy jó gése lett volna belőlem. Bocsánat, Zsuzsa, muszáj megkérdezni ezt a ruhát, hogy ez micsoda? Ezt én Japánban kaptam, a Japán Operett Társaság vezetőjének a feleségét. Önnek az is van. Sajnos ez nem teljes. Ez nagyon szép. Igen, ez tiszta selyemből van. Maga a ruha egyébként nem egy rétegből áll, hanem mint a virág szirmait úgy tekerik a nőkör, és sajnos engem még nem öltöztetek. De ez itt egy zseb, vagy micsoda? Igen, abban lehet tartogatni kis apró dolgokat, igen. És ehhez még a tetejére jön egy úgynevezett öv, aminek az a neve, hogy obi. És annak az az érdekessége, hogy az, ez a ruha, vagyis a kimono egy nagyon drága dolog, tehát több milliós értéket képvisel, de ez a kis öv, ami körülbelül ilyen széles, az legalább még egyszer annyiba kerül. Tehát egy lányt felöltöztetni, az egy komoly feladat. És van olyan, hogy a lányok, amikor 20 évesek, akkor felveszik ezt a szép hagyományos ruhát, és abban mennek el ünnepelni. Most akkor ez nem egy gésa alapruha, hanem ez egy kimono köpeny. Szerintem ilyet vesznek a... Igen, a kislányoknak, akik 20 évesek, és mutatják, hogy 20 évesek, és nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy megvegyék. Így mutatják, hogy 20 évesek? Igen, én kétszer mutatom. Hanem kibérlik ezeket a ruhákat, mert olcsóbban jönnek ki. Gyönyörű. Köszönöm szépen. Hogy egészítsem ki a kimonókkal kapcsolatban, hogy mennyire drágák, hogy annak idején a gésák voltak a koruk divat diktátora is, és minden szezonnak, minden ünnepnek megvolt a maga kimonója. Hogy ezt az övet megkössék, ez külön tudomány volt, és ez külön számunkra így művészet, hogy ezt fölöltöztessék őket. Hordanak ilyeneket? Igen, igen. Hát igen, de csak alkalmakkor. De hát egyébként teljesen normális európai, úgynevezett európai ruhába járnak, ugyanúgy, mint mi. Csak van, például januárban szoktunk mi menni, ugye karácsony, szilveszter környékén, még januárban ott vagyunk. Nem tudom pontosan, talán január 15-e, vagy mikor van az, amikor 20 évesek? Akkor csőstől. És a férfiak is, mobiltelefon. És édesek, nagyon csinosak. És a lábukon ilyen olyan zokni van, ami ilyen lábúja van a zokninak. De nem itt a nagy lábújnál, hanem középen. És akkor abba a papucsba úgy nyúlnak bele a lábukkal. És mint egy kis sámli, olyan kis papucsokba tipernek, egy kis sámli.
Felmentünk Japánban egy bárba, és ott egy nagyon szép fiatal gésa volt, egy ilyen idősödő üzletemberrel, de el voltak szeparálva, tehát igazán a közelükbe se lehetett menni. És emlékszem, akkor mi nagyon sajnáltuk ezt a gésát, hogy ilyen fiatal is, jaj, szegény, milyen sorsa van. Hát nem kellett volna sajnálni. De végül is azért nem kell sajnálni, mert van egy idő, amikor ők ezt befejezik, ezt a gésa nevű szakmát, és nyugdíjba vonulnak, idézőjelben mondanám, és akkor vagy férjhez megy, vagy leéli az életét enélkül, hogy családot alapít. De például egy gyerek könyvünk is szól, ők is elveszik, 29 évesen befejezi a gésaságot, és szül. Ja, mert hogy önök most már aztán egész divatot csináltak. Hát kultúrát csináltunk belőle. Végül is hát mindenkit érdekel, mindenkit érdekel ez a keleti kultúra, ez a keleti hagyomány, a tradíció tisztelet. Tudja, mi az érdekes, hogy nekünk a keleti kultúra tűnik exotikumnak, és Marika meg Zsuzsa most már tizenvalahányszor voltak ott Japánban, és azt mondják, hogy ott Japánban mi számítunk exotikumnak, mert én megkérdezem, hogy miért szeretik annyira a magyar operettet? Igen, és ez kicsit megmagyarázhatatlan tulajdonképpen. De így van, mert amikor sétáltunk a városban, az utcaszintek alatt egy egész labirintus rendszerű másik város van. Igen, azt hittük, hogy Japán üres, de nem láttunk olyan utcákkal, üzletekkel, vendéglőkkel, minden. Szökőkút van az utcán, és az ott Strauss zene szól. Igen. A szökőkút, zenélő szökőkút és operett muzsikák vannak benne, tehát nagyon-nagyon szeretik az operettet, és ismerik is ezt a mi fajta kultúránkat. Szerintem jobban ismerik, mint mi az övékét. Na most akkor erre azt kell mondani, hogy hiszem, ha látom, mert azt mondta nekem a műsor előtt, hogy tudnak egy picit énekelni, és japánul megmutatják. Mit hallunk már? Operettet, a Csárdás királynőt játszottuk több alkalommal is már Japánba, és hát ebből megtanultuk egy kis részletet japánul. Júj rajta! Várjál! Ich ni san! Jaj, mama, asama de hidekure, boki roko koroga harerula de, uragiri onna loko toanaga, szóva szüzeri tameni! Bocsánat, hogy kérek, biztos mit nem mondtak? Biztos nem hallott belőle, semmi nem volt valami értelme annak, amit mondtak? Van értelme. Van értelme. Jó, jó. Legalább megtudjuk most. Igen. Jó, most fordítom ez a mama. Jaj, kérem, maradjon nálam. Ez azért, mert szeretnék felejteni a rossz nőkről. Helyben vagyunk. Most megjegyzem, azért nem ennyire jó, ami kiejtésünk, mert amikor az első turnén voltunk, akkor én megtanultam az egyik dalomat teljes egészében japánul. Körülbelül másfél hónapig tartott. Igen, és semmi értelme nem volt. Ha japánul énekeltem is, ugyanolyan sikere volt, mint hogyha magyarul énekeltem volna, és szerintem nem értettek belőle egy szót se. Úgyhogy aztán a elkövetkezendő években már csak magyarul énekeltem. Viszont én elvettem tőle a szerepét, mert azóta japán dalokat minden egyes japán műsoromba beleillesztek, például énekeltem a Hanát, vagy a Satokibi Batakét, és nagyon nagy sikere volt. Ez egy egészen különleges dolog, hogy nem csak akkor tapsoltak, amikor ráismertek, pedig a japán egy hűvös, udvarias közönség, aki az előadás végén szeret igazán tapsolni, közben nem akarja zavarni a művészt, nehogy hazamenjünk, vagy nem tudom miért. És itt soronként tapsolják meg, hogyha valami szép mondani valóról énekel az ember, az értelmét megtapsolják, a szép gondolatokat megtapsolják. De akkor mindig ki kell tartani minden sor végén. Tapsoljon, hát, most igen, mutatom, igen. Vagy mint kikor a biztosak, tudod, na mi van már? És mennyi időt kell eltölteni Japánban ahhoz, hogy az ember egy kicsit úgy igazán belelásson, és ne csak a felszínt ismerje meg? Hát ez nehéz. Igazából hát én még annyi időt nem töltöttem Japánban, mint Zsuzsiék. Én még csak 6 éve járok haza Japánban minden télen. Nem tudom, hogy mikor következik el ez a pillanat, amikor az ember azt mondhatja, hogy már ismer őket. A professzor asszony mondott egy nagyon jót az autóba, hogy más az, amikor az ember elmegy valakivel vacsorázni, vagy más az, amikor együtt él vele. Az egyik kollégánk, ő színpadmester volt az Operett Színházban, és ő egy japán lányt vett el,
ott kint, és már van is egy közös gyermekük, tehát ő aztán abszolút megismerte ezt az egészet, és japán esküvő, tehát mindent japán szertartás szerint őt csináltak, és ő nagyon sokat mesélt, hogy nehezen fogadták el őt először, hogy egy európai bekerül egy japán családba.